Jó estét kívánok! Bár tipikusan hungarikumnak számít, mégis a törököknek köszönhetjük az út mellett található, a betérőknek ételt, italt és sokszor fedelet kínáló csárdákat. Eredetileg a név egy fészerféle hajlékot jelentett, amelyben menedéket leltek az Alföld végtelen pusztaságán utazók. A vasút megjelenése és elterjedése azonban véget vetett a vendéglátás ezen formájának. Nagyon kevés csárda maradt fenn, nagy részük ráadásul múzeummá alakult. Ám az útmenti fogadók romantikáját nem lehet elfelejteni. Napjainkban újra reneszánszukat élik a kis útszéli csárdák. Hangulatos, a régmúltat idéző berendezésükkel, valamint az adott vidék házias és hagyományos ételeivel várják az utakat, immár autóval járó vándorokat. A csárda kultúra elterjedését még a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja. Egy csipetnyi ízes magyar történelem, Debreceni László és Gutai István összeállítása következik. Csárdaszavunk legrégebbi írásos említése 1755-ből való. Útmenti fogadó, ahová a vásárokra állatokat hajtók, betyárok, utazók tértek be enni-inni. Az Alföldön az úgynevezett sóút mentén épültek az első csárdák. Erdélyből a Tiszán érkezett a só Tiszafüredre, ott szekerekre rakták és vitték Debrecenig, vagy még tovább. Tiszafüred volt egy nagyon fontos sórakodó állomás, és onnan rakták szekérre, és szárazföldön szállították tovább. Aztán nem csak sót, hanem sok minden más értékes árucikket is szállítottak, és így alakult ki a csárdáknak egy egész láncolata ezeknek a kereskedelmi utaknak a mentén, amelyikből a legfontosabb éppen ez a sóút volt. És ugye elsoroljuk a csárdákat Debrecentől Tiszafüredig, akkor gyönyörű szép nevekkel találkozhatunk. Mindjárt az első a látókép, utána a Kadarcs, aztán a Hortobádi csárda, aztán a Meggyes, aztán a Lucskos, a Patkós és a Révcsárda Tiszafürednél. A nagy Hortobágyi csárdát Debrecen városa építette 1699-ben. Akkoriban ez volt a török dúlás után szinte teljesen lakatlan Hortobágy egyetlen fogadója az átutazók ellátása érdekében. Ezek nagyon egyszerű helyek voltak, ahol mindig az aktuális igényeknek próbáltak megfelelni. Itt egyszerű emberek, fuvarosok szálltak meg, illetve ide jártak be a pásztorok, amikor akadt egy kis idejük. Itt a Hortobágyi nagycsárda mellett volt a hídi vásár, tehát az itteni csárda központi szerepet játszott mindenképpen a Hortobágyi életében. A pásztor kultúra iránt érdeklődő írók is gyakori vendégei voltak a csárdának. Jókai, Petőfi, Móricz Zsigmond is megfordult itt. A 19. század közepén a közlekedés fejlődése lassan, de biztosan visszavetette a csárdákat. A megmaradtak legtöbbje nem maradt több útszéli ivónál. A modernizációt túlélő csárdákat pedig a kommunizmus züllesztette tovább a rántott hús, sült krumpli szintjére. 40 éve azonban Lajos Mizse határában, dacolva a kor gasztronómiai trendjével, négy fiatalember vörösboros marha pörköltet és bográcsgulyást kínált a betérőknek. A valamikori bódé helyén ma a régi tanyacsárda áll. Több generációs csárda vagyunk, ezt azért szögezzük le. Tehát van, akinek itt van a keresztelője, itt van a ballagása, itt van az esküvője, itt van a 30 éves születésnapja, a 40, az 50, és hát a mai nap is sajnos egy halott itorra készülünk. Tehát így lehet mondani, hogy tényleg a bébiktől egészen a 80-90-100 éves korosztály is képviselteti magát a csárdánkban. Természetes, hogy az idősebbek, azok azt mondom, hogy inkább öreg tanyacsárda, cigányzene. A város másik végében 1992-ben épült meg az új tanyacsárda. Lipicai Ménes, de rackanyái szürke marhagúja látható itt. Az 50 hektáros birtokon áprilistól októberig naponta tartanak lovas bemutatókat. A tanyacsárda közvetlenül 65 embernek ad kenyeret. Egy dologban azonban nincs alkú, ez pedig a minőség. Legyen szó lónevelésről, fűszerről, zöldségről, húsról, vagy akár asztalterítőről.
Ezt egy bácsi tiszakécskén csak a saját mintánk alapján gyártja. Tehát egy kékfestő abrosznak is ugyanolyan gyönyörűnek kell lenni, mint annak a bélszínnek, hátszínnek vagy libamájnak, ami az asztalra kerülhet. És ez értendő a felszolgálóknak a viselkedésére, a szakmai tudásukra, a szakácsoknak a felkészültségére. Nagyon sok mesterszakácsunk van, nagyon sok mesterfelszolgálónk van. Az évek alatt komoly beszállítói kört épített ki a tanyacsárda. Mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy ugye amit 100 kilométeres körzetbe be lehet szerezni, akkor azt kínáljuk. Így a magyar gyümölcsök mindenféleképpen zöldségek előnyt élveznek. Természetes, hogy a mandarint, a banánt, a narancsot alkalmanként egy-egy téli szezonban mi is használhatjuk akár díszítő elemként is, de elsősorban a magyar termékek azok, amelyek hát megbízható minőséggel bekerülnek a konyhára. Szén úr, legyen szíves, ki van tálalva az étel? A tanyacsárda legutóbb 2011-ben nyerte el az év vidéki étterme címet. Kettő filézett poncshalásznét rendelnék, Rózsika. Ebbe adom. És Rózsika hagymát szeletel, sózza, paprikázza a friss filézett halat. Így készül az algyői halászcsárda messzeföldő híres halászleve. Hát a jó halászlé az olyan kell legyen általában, hogy abban érződjön minden egyszerre. Tehát minden íznek egyszerre kell érződni benne. A halnak, a paprikának, amit mindent, ami tartalmazadnak, egyszerre kell benne lenni. Sűrűnek lenni, és finomnak, jó ízűnek természetesen, frissnek. Ami évszázadok óta működik, azon nem kell változtatni. Ezt vallja a csárda gazdája, Barta László is. A legfontosabb a minőségi alapanyag. Tehát friss legyen a hal, jó legyen a paprika, nagyon fontos, és valódi makói vöröshagymát használunk. Tulajdonképpen a halász nagyon egyszerű étel, sokszor elmondom, nagyon sokan misztifikálják, nincsenek semmi különleges készítési módja, hal kell bele, hagyma kell bele, sok kell bele, paprika kell bele, víz kell hozzá, és tulajdonképpen megvan a halászlé, de ez mind minőségi alapanyag kell, hogy legyen, és akkor a szakács nem nagyon tud mellé csapni a cimbalomnak. Én úgy gondolom, hogy a titka tulajdonképpen, ha egyáltalán titoknak nevezhetjük, az alapanyag. Már a két világháború között is csárdaként működött a hely, a közeli tiszai átkelőhely forgalma biztosította az üzletmenetet. A híre bőven túlnőtt Szegeden és Hódmezővásárhelyen is. A csárda e két város között fekszik félúton a 47-es út mentén. Ez az úr 21 évet ért be ide először. Azóta szegedi létére Algyőre jár szegedi halászlevet enni. Hát Szegedtől az egy 11 kilométerre van pont, meglepnek ide, hogy miért jövünk ide, hát ezért. Itt valójában olyan hallét kapunk, mert a hallének halászlé, ez mindig nagy vita. Itt argyaiak azt szeretik, hogy hallé, hogy a halnak a levét isszuk, esszük, és hát itt nagyon finom a halászlé. Itt tényleg az ember azt kapja, amit kér, minőségiek a dolgok. Itt ezt a túrós tésztát is megkelni, vagy túrós csuszát, hogy ez valójában sárga, tehát látszik, hogy házi gyúrt tésztából van, tehát a halak is meg vannak sütve, itt egy keszeget, ha kihoznak, az ropogós például, azt nagyon szeretem, szinte ezt egyedülállóan itt lehet náluk kapni, és az egész millió itt nekünk így tetszik, hogy van, úgyhogy megszerettük őket, és hát hűségesek vagyunk hozzájuk. Természetesen a gazdának a mindenkori kínálata az, ami biztosítja ezt, hogy igenis ide érdemes kijönni. És hogy a csárda gazda mit szeretne még elérni? Erre a kérdésre egy krúdi anekdotával válaszol. Egyszer eltűnt három napra, és megkérdezték tőle a barátai, hogy Gyula úr merre járt. És ő azt mondta, hogy 25 esztendővel ezelőtt ettem a fehérvári mór mellett a vendéglős remekbe sikerült birkagulyásából, és ihattam a borát is, és tegnap előtt felén fújta a szél ennek a hajdanból birkagulyásnak az illatát, lementem, megnéztem, hogy van-e még belőle, és volt. Tehát ezt szeretném én
két év múlva 25 évvel leszek a csárdagazda, hogy 25 évvel ezelőtti halászlétemet is emlegessék, meg még 25 év múlva is ezt a halászlét emlegessék. Az alföldi csárdák egyik leghíresebbike a kondorosi. Bizonyíthatóan már 1784-ben állt és fogadta a betérő pásztorokat, juhászokat. A kondorosi csárda leghíresebb vendége Rózsa Sándor volt, bandájával együtt gyakran betért ide mulatni. Ez volt a csárdának az ivó része. Ugye minden csárdának ez volt a központi helye. Ide tértek be a pásztorok, juhászok, a betyárok és a legendás kármentő. Ugye lehet tudni a Rózsa Sándor filmből, hogy milyen célt szolgált. Ha egy kicsit egy csetepaté keletkezett, több bor, illetve pálinkafogyottak kellett élnie, a tulajdonos, illetve a bérlő megpróbálta menekíteni az összes értékes dolgot, poharakat, különböző edényeket, borokat, és nem szólt bele a cselekményen folyamatába, bezárt az ajtót, ablakot. A betyárvilág emlékeit a Csárda Múzeum őrzi. Alig ha van még olyan csárda az országban, ahol a vendég, míg vacsorája készül, visszarepülhet 150-200 évet. De nem csak inni tértek be a betyárok, más pusztai emberek. A csárda konyhájának a másik jellegzetessége a sárból készített tűzhely, és lehet látni, hogy nyitott kéményen távozott a füst. Itt készítették el az ízletes ételeket, ugyanúgy a bográcsgulyástól kezdve az egészen a pörköltekig, szürke marha pörkölt, és innen tálalták az étterembe az ételeket. A csárdától kőhajításnyira zsandárlaktanya épült a 19. század elején a portyázó betyárok miatt. A karhatalom jelenléte azonban nem vetette vissza a forgalmat. Jeleztek, hogy jönnek a zsandárok, a betyárok felszöktek a padlásra. Vagy végigmentek a kémény lejáraton, ahol a pincébe lyukadtak ki, és egy alagút rendszeren keresztül tovább tudtak menekülni, vagy lecsúsztak a kemence csúszdán, ahol egy búvóhely szolgált nekik, ahol meg tudtak bújni, és jeleztek, hogy elmentek a zsandárok, ők pedig előjöttek és tovább folytatták a mulatozást. A sokat látott csárdát 2005 óta bérli az önkormányzattól családi vállalkozásban Tímár András, kétszeres olimpiai és világbajnoki bronzérmes mesterszakács. Az étlapon továbbra is helyi alapanyagokból készült ételek szerepelnek. Az az igazság, hogy az ételeknél, hogyha azokat az alapanyagokat használjuk föl, amik a kis házi gazdaságokban termeltek, akár a zöldségféléket, vagy az állattenyésztésre, a húsok egészen más íze van nekik, mint amit nagy üzemileg állítanak elő. Természetesen ugye a hagyományos takarmánya, hogyha etetik a jószágokat, egész más az íze. Tehát finomabb az íze neki, vagy pedig a kapirgáló csirkéknek, amik kint az udvaron vannak, és akkor azokból készítünk ételeket, ezeknek a tyúkhúslevesnek rendkívül finom íze van. A konyhában már nem sárból tapasztott tűzhelyen, de továbbra is helyi alapanyagokból készül az étel. Most éppen a legényfogó. Hajdan elvileg a monda szerint az egyik helybeli betyárnak a kedvenc étele volt. És szájhagyomány útján elterjedt, és akkor azért mi is meghagytuk étlapunkon, és akkor a vendégek kívánságára is készítjük ezt az ételt. A kondorosi csárda folyamatos üzletmenetét manapság nem a betyárok, zsandárok, hanem a helyi iskolások biztosítják. Az önkormányzat ugyanis a csárdára bízta a napközis étkeztetést, amely a kiváló minőségű, helyben termett alapanyagokat felhasználó Mintamenza program keretében ebédeltet.
Birkanyáj legel az Alföldön, a gyomaendrődi határban. A gazdaság szóvivője, szüleit követve gazdasági agrármérnöki diplomával bír. Egyetemi évei alatt ismerte meg férjét, aki szintén részt vesz a vállalkozásban. Részben mint gazda, részben mint konyhafőnök, kicsit később a konyhában találkozunk vele. 2007-ben, amikor kiírták a fiatal gazda támogatásra a pályázatot, akkor mind a ketten pályáztunk, és sikeresen 2008-ban így el is indítottuk a saját gazdaságunkat. A juhok, akikről már beszéltem, az az én gazdaságomnak a részét képezik, a párom pedig kizárólag szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. 2008-ban derült ki, sikeresen pályáztunk a fiatal gazdára, mind a ketten elnyertük, és ennek keretében én vásároltam akkor 300 juhot, és szintén birtokfejlesztési hitel segítségével hozzájutottam egy jelentősebb legelőterülethez, 25 hektárhoz, ezen kívül még némi szántóföldel rendelkezem, én önállóan, mint egyéni vállalkozó, ez igaziból annyira elég, hogy, hogy az állatállományomnak a takarmány szükségletét egész éven át biztosítja. A birkák mellett mangalicát és szürkemarhát is tartanak. A gulya főnöke Maffia, a vezérbika. Íme ő udvartartása közepén. 24-30 hónapos körül vágatjuk őket. Ahogy az itt látszik, náluk egész évben a legelők adják a táplálékot. Itt Natura 2000-es legelőkön legelnek, körülbelül olyan 120 hektár legelő van a család részben tulajdonában, részben pedig haszonbérben. Ezekről a legelőkről lekerülő szénát fogyasztják télen is, a téli szállásunkon, télen-nyáron kín vannak, és látszik rajtuk, jól is érzik magukat szerintem. A nagylaposi birkacsárda legalább 100 éves. Eredetileg szatócsboltnak épült, több tanyaközponthoz közel. Valamikor jégverme is volt. A 70-es évek elején már birkapörköltet főztek itt, innen a neve is. Mikor a Csákvári család 2007-ben megvette, az enyészettől mentette meg. A nevet megtartottuk, és azért úgy mondom, hogy a birkacsárdának a régi, a virágzó korából azért megtartottuk a lényeget. Ugye itt a csárdának az volt a lényege, meg minden csárdának az a lényege, főleg egy ilyen útmentinek, mint amilyenek mi vagyunk, hogy az utazót kiszolgálja. Legyen ez egy üzletember, vagy legyen ez egy traktoros, aki itt a környékben dolgozik, vagy egy család, akik gyermekekkel szeretnének egy jó ebédet vagy vacsorát elkölteni. Maffia és hárem hölgyei is ide kerülnek, nem feltétlenül úgy és abban az állapotban, ahogy ezt a legelőn gondolnák. A saját tenyésztésű húsból, a helyi termelőktől beszerzett zöldségekből, gyümölcsökből, tejtermékekből, tésztafélékből készül az ebéd. Mangalica szűzből fogunk ételt készíteni, ami nagyon egyszerű étel, tejfölben és fokhagymával van megpárolva. A mangalica hús az a saját tenyésztésű állatainkból való, amit vágóidon vágatunk, és utána így dolgozunk fel a konyhán. Ezt használja a konyha is, de minden máson megpróbálunk minél több helyi termelőt bevonni. Helyi termelők alapanyagait, készítményeit használni. Ilyen a tejföl is, a tejföl pedig mezőtúri kis termelőtől szerezzük be, ez egy párternes gazdaság, túró tejföl, tej mind onnan jön, amit használunk. Tehát az is fontos, hogy aki ide jön, akkor tényleg mondhatja azt, hogy itt alföldi ízekre talál, majdnem minden innen való. Nem Új-Zélandról hozatjuk mondjuk a bárányt, hanem itt születnek, nevelkednek. This is coming from Mezőtúr, from our őstermelő, you know. And he leaves it in the grain and pull it out when it's needed. Yeah? That's huge. And you know. Ez a házaspár a közeli Szarvas főiskoláján tanít. Az ízek miatt jár ide. Angol vagyok, és helyen lakom, és ez nagyon jó, hagyományos magyar kaja. Tényleg finom. Hát ez a vállalkozás igaziból tényleg erről szól, amiről szerintem szólni kellene ma egy vendéglőnek, vagy nem feltétlenül egy csárdának, de egy vendéglőnek, egy vidéki vendéglőnek, hogy valóban a helyben megtermelt alapanyagokat dolgozza fel, és ezekből főzzön és készítsen. Ettől lesz helyi egy étel, hogyha az alapanyag helyi.
Örömteli, hogy nem csak a régi nagyöregek, hanem a fiatalok is látnak lehetőséget, fantáziát, a gasztronómia, az idegenforgalom ezen formájában. A perzsa csártak, négyszögletű szoba, jelentésű szóval világszerte a magyar gasztronómiát az egy-egy vidékre jellemző szűk, de karakteres ételválasztékot értik. Ugyancsak a csárdából ered a szintén Magyarországgal azonosított csárdás kifejezés, ám az elnevezés nem népi eredetű. Pesti úri népek alkotta műszó, mégis nagyon hamar elterjedt és a 19. század végére általánossá vált. Annak ellenére is, hogy a csárdákban nemigen táncoltak csárdást. A csárdák fénykora a 19. és a 20. század elején volt, de a 21. században is másodvirágzásukat élik. Ezek az épületek nem csak egy letűnt romantikus kor lenyomatai. A manapság újraértelmezett csárdakultusz, ahogy a korábban említett rántott hús, sült krumpli tévutat, úgy a nótáját a cigánnyal húzató betyár, a bumfordi zsandár, a kikapós menyecske romantizáló áleszményét is lehántja magáról, hogy újra autentikussá tehesse magát. A vidék gasztronómiájában és idegenforgalmában betöltött szerepük elvitathatatlan. Ezért is tartja fontos feladatának a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy a működő csárdákat segítse, az ott évszázadok alatt felhalmozott kulturális és kulináris értékeket megőrizze a holnap számára is. A Vidék élni akar című műsorunkat látták, adásainkat megnézhetik az interneten, a www.ekhotv.hu oldalon is. Találkozzunk egy hét múlva a szokott időben, vasárnap este 9 órától, de addig se felejtsék, nálunk a vidéki élet, a vidéki ember van középpontban. Viszontlátásra! Műsorunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta.